Kónya Zsófi. Jaj, bocsánat, csak rosszul van. Sofia. Bocsánat. Részlet. Kossuth Lajos Deák Ferenchez írt híres Kasszandra leveléből. Barátom. Engedd meg a megszólítást azon múlt emlékének nevében, amely a hosszú számkivetés keservei, a hazafi bánat és családi búsúja alatt előttem mindig szent maradt. Mi nem csak elvrokonok, de barátok is valánk a szó nemesebb értelmében férfikorunk szebb szakaszán keresztül. Nekem hontalan bújdosás jutott osztályrészünk. Neked a nemzet tiszteletétől s a tényező elemek többségének bizalmától környezett vezéri szerep. De jutottak-e vezéri szereppel osztályrészedül nagy kötelességek is, és roppant felelősség. Nem vélek hibázni, midőn állítom, hogy a roppant erkölcsi hatalomnak, amely kezeidben van, kulcsa abban fekszik, hogy a romlatlan nép ösztönszerűsége, téged, a nemzeti jogok békés úton visszaszerzésének terén vezérét még mindig az 1861. jogalapon vél állani. Pedig már régen nem állszott. A jogviszonyszerzés álláspontjáról a jogfeladás sikamlós terére jutottál. Mi marad még feladni való mindazon jogokból, amelyek az alkotmányos állami élet lényegét és biztosítékait képezik? A magyar hadsereg az osztrák birodalmi hadsereg kiegészítő részévé rendeltetik, és annak nem csak szervezete s vezénylete, de még alkalmazása is birodalmi kormány rendelkezése alá bocsátatik. De tényben a nemzet halálát látom. S mert ezt látom, kötelességemnek tartom megtörni hallgatásomat, nem a véget, hogy vitatkozom, hanem hogy Isten, s a haza, s az utókor nevében eskedve felszólítsalak. Ne vidd azon pontra a nemzetet, amelyről többi a jövőnek nem lehet mestere. Ne vezess hazánkat olyan áldozatokra, amelyek még a reménytől is megfosztják. Tudom, hogy a kasszandrák szerepe hálátlan szerep. De te fontold meg, hogy Kasszandrának igaza volt.